A szlovákiai Király Hemecen a Lóránffy Zsuzsanna a Bodrog Közfejlesztéséért Társulás és a Magyar Közösség Pártja Király Helmeci szervezete rendezte az augusztus 20-ai ünnepi megemlékezést. A rendezvény ünnepi szónoka a Magyarországgyűlés elnöke dr. Kövér László volt. A zsúfolásig megtelt Király Helmeci művelődési házban a résztvevőket Pásztor István köszöntötte. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt királyhelmeciek, bodrogköziek, unvidékiek, kedves vendégeink! Engedjék meg, hogy a Lóránffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztésért Társulás, valamint a Magyar Közösség Pártja királyhelmeci helyi szervezete nevében Szent István ünnepének az előestéjén nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önöket. Minket királyhelmecieket, bodrogközieket és unvidékieket az a hatalmas nagy megtiszteltetés ért, hogy az államalapítás ünnepének az előestéjén velünk együtt ünnepel a Magyarországgyűlés elnöke és küldöttsége. Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében nagy-nagy szeretettel, tisztelettel köszöntsem a Magyar Országgyűlés elnökét, dr. Kövér László urat. Szent István ünnepe arra ad lehetőséget, arra ösztönöz, hogy arról gondolkodjunk ma, holnap, hogy mit jelent magyarnak, mit jelent kereszténynek lenni itt a Felvidéken, Bodrogközben, Királyhelmecen. A keresztény ember számára ez nem lehet kérdés. És az isteni parancsolat, az isteni tíz parancsolat, annak is a negyedik pontja, amely azt mondja, hogy tisztelt atyádat és anyádat, egyúttal arra ösztönöz és azt parancsolja, azt követeli meg tőlünk, hogy tiszteljük azt az örökséget, amelyet atyáink, anyáink, a szüleink ránk hagytak. És minden szülő sok-sok egyéb más mellett egy dolgot, egy kincset, a legnagyobb kincset azt ránk hagyta minden gyermekre, az pedig az anyanyelvünk. A mi esetünkben ez a magyar nyelv. És ezáltal magyarságot ajándékozott nekünk. És függetlenül attól, hogy milyen nyelven végeztük az iskoláinkat, hogy hová vetett minket a sors, ha hozzánk, megszületésünk után magyarul szólt az édesanyánk, és a családban magyarul beszéltünk, akkor vitathatatlanul magyarok vagyunk. És mit üzen ez az ünnep, Szent István ünnepe nekünk, az itt élő embereknek? Azt üzeni, hogy ezt a magyarságot meg kell tartani, ezt a magyarságot tovább kell adni. Ez mindannyiunk feladata. Hisz, megtapasztalhattuk mindnyájan, hogy bárhová kerültünk is, azzal, ha a magyarságunkat feladtuk, vagy arra kényszerítettek, hogy megtagadjuk, nem jutottunk soha, de soha előre. Tehát az üzenet, mint ahogy a jelmondatunk is mondja ennek a rendezvény sorozatnak, emlékezni, megmaradni, de az emlékezés nem elég, ahhoz, hogy megmaradjunk, gyarapodnunk kell, szaporodnunk kell, gazdagodnunk kell. És ez a mi első számú feladatunk. És ehhez szükséges az, hogy az itteni magyar közösség újra szerveződjék. Hogy az itteni magyar közösség újra magyarként és csapatban élje. István államot alapított, megalkotta az állami szerveket, és ezáltal megtartotta a magyarságot, a fejdelemségből államot csinált, és Európa felé nyitott, és ma itt vagyunk ezer év után is. Ez tett minket arra késztet, hogy itt a Felvidéken a magyar közösségnek meg kell fogalmazni a célját,
Ki kell mondani azt, hogy az egyetlen egy megoldás itt a Felvidéken, egy oly közösséget teremteni, alkotni, amely képes az önrendelkezésre. Mert egyetlen egy nép, egy közösség sem tud fennmaradni, nem tud gyarapodni, ha nem képes az önszerveződésre, az önálló közösségi életre. Ezt megfogalmazni, kimondani és becsülettel vállalni. Ez az üzenete számunkra, bodorközziek, unvidékiek számára a Szent István ünnepének. A Magyarországgyűlés elnöke ünnepi megemlékezésében visszatekintett a sorsfordító történelmi eseményekre, majd aktuális társadalmi kérdésekről és a határon túli magyarok elengedhetetlen nemzetépítő szerepéről is beszélt. Meg kell érteni az embernek, hogy nem véletlen, hová születik, hol él, hová tartozik, milyen nyelven beszél, mit hisz, mire teszi fel az életét, mit tagad és mit ölel magához. És nem véletlen, hogy milyen sors az, amit az embernek végig kell küzdenie, vállalnia kell. Tisztelt ünneplő honfitársaim, tisztelt hölgyeim és uraim! A Magyar Állam Alapítás ünnepén ma este bemutatandó színdarab szerzője Kodolányi János rótta papírra az idézett gondolatokat egy olyan időben, amikor a magyarok harmada minden 10 magyar emberből 3 idegen államok fennhatósága alá került, amikor igazi földindulásként a történelmi ország kiszaladt a magyarság lába alól. Olyan idők voltak azok, amikor a magyarság már több évszázada nélkülözte az önálló magyar államiságot, a magyarok saját államuk nyújtotta védelem és oltalom nélkül voltak, idegen állami érdekeknek alávetve, más érdekében harcoltak munkájuk másnak teremtett hasznot. Tisztelt hölgyeim és uraim! A magyar államalapítás ünnepe egyaránt alkalmas a múltra való emlékezésre és a jövőbe tekintésre. Milyen magyar államot teremtettek elődeink, és ezred év után mi, mai magyarok, milyen államot szeretnénk magunknak és gyermekeinknek? Ezer esztendővel ezelőtt eleink keresztény és független magyar államot teremtettek. Keresztényt, mert érezték, csak a hitnek van teremtő ereje, és mert tudták, hogy a keresztény Európa talajába csak keresztény állam tud meggyökerezni. Független államot teremtettek, mert tudták, a függetlenségében sérült állam nem tudja ellátni legfőbb feladatát, nem tud megfelelő védelmet és oltalmat nyújtani az országban élő magyaroknak és nem magyaroknak. Az állami létünket megalapozó Géza fejedelem nem a keleti kereszténységet veszi fel, mert tudja, hogy Bizánc a keresztény térítéssel együtt megszüntetné a magyarok politikai függetlenségét is, mint ahogyan a bolgárok függetlenségét is megszüntette. Az államalapítás művét kiteljesítő Szent István királyunk nem a német-római császártól fogadja el a koronáját, mert az politikai hűvéreskült és a függetlenség csorbulását jelentené, hanem II. Szilveszter pápától fogadja el a Szent Koronát, és vele együtt az apostoli felhatalmazást. Azaz szabadon építheti fel a magyar egyház szervezetét, szabadon rendelkezik a pénzteremtés, a pénzkibocsátás jogával, szabadon él az adókivetés jogával, szabadon rendelkezik az ország erőforrás tartalékaival, vagyis szuverén államot teremt. A Szent István által fölépített keresztény és független magyar állam évszázadokon át védelmet és otthont nyújtott a Szent Korona minden népének, a honfoglaló magyarok utódainak, az itt élő szlovákoknak, az Oszmán Birodalom hódítása elől északra húzódó szerbeknek, a Kárpátokon átkelő románoknak, a messze földről ide telepített dolgos németeknek és sok más népremnek, kunoknak, örményeknek, zsidóknak, akik együtt harcoltak, ha kellett a hunyadiak, a zrínyiek, Rákóczi vagy Kossuth zászlai alatt, és együtt építették, gyarapították a közös hazát, ha a történelem nyugalmasabb időszakai lehetőséget adtak erre. Amikor a magyarok a középkorban nem tudták megvédeni az állam függetlenségét, veszélybe került annak keresztény jellege is, és a magyarok országa hosszú időre 3 részre szakadt. Sokáig olyan idők következtek, amikor a magyarok igazságairól már csak a magyar írók és a költők szólhattak leginkább. Móricz Zsigmond például saját történelmi korának, az újkori magyar földindulások keserős időszakának okait keresve
1919-ből visszatekintve a régmúltra úgy fogalmazott, hogy a magyar emberek egymás iránti közönye, rokontalansága, rideg és feneketlen önzése az egyik legsúlyosabb baja a magyar életnek, ennek a bajnak az oka, állítja Móricz, az állami életformája. Magyarország 1526 óta rabszolgaállam, 1867 óta pedig Ausztria gyarmata. Móricz Zsigmond szerint Magyarország gyarmatállamként 1867 után látszólag kultúrát produkált, de egy olyan kultúrát, amely idegenül nőtt a magyarság fölé, amelyből hiányzott a nemzeti cél és összetartozás, hiányzott bármiféle önálló magyar életvezér gondolata. A gyarmati államhelyzetben élő magyarságban azért aludt el, halt ki a hazaszeretet és a sorsközösség tudata, mert hazug politikával, hazug irodalommal, hazug társadalmi szólásokkal misztifikálták a magyarok életét, amelynek hatására a magyar értelmiségi hűtlen lett, a magyar paraszt magára maradt, a magyar kisiparos szétzülött, a magyar gyári munkás pedig nemzetietlen szocialistává vált. Móricz Zsigmond szomorú látletét ugyanarról a korszakról Ady Endre röviden így fogalmazta meg. Elveszünk, mert elvesztettük magunkat. Független magyar államiság hiányában az önmagát elveszhető magyarság 1920-ban kegyetlen alkoholjállatot kapott a történelemtől. Visszakaphatja a középkorban elveszített független államiságát, ha lemond történelmi országáról és elfogadja, hogy a magyar emberek harmada idegen államok felhatósága alá kerül. A második világégés aztán formailag életben hagyta ugyanezt az államot, de szuverenitását 4,5 évtizedre elemésztette. És ez az immár kommunistává vált magyar állam is csak annak árán maradhatott meg, hogy a magyaroktól a függetlenség mellett a nemzeti összetartozás érzését is el akarták venni, elidegenítve őket egymástól Magyarországon és a Kárpát-medencében egyaránt. Majd az 1956-os gyönyörűséges, de sikertelen lázadás után jött egy újabb ajánlat. Ha a magyarok harc helyett végre beletörődnek sorsukba, akkor a szolíd gyarapodás és a privát szabadság illúziójával a rabtartók komfortosabbá teszik fogolytáborra lett országukat. Miután a magyarokat lemondatták a történelmi országukról és megingatták őket a nemzeti összetartozásukban is, 1989-90 tájékán érkezett a harmadik ajánlat a történelemtől. Ezen ajánlat kezdetben elegánsnak és barátinak tűnt, csak fokozatosan bontakozott ki a magas ujjával. Az ajánlat lényege az volt, ha a magyarok már korábban lemondtak történelmi országukról és a nemzeti összetartozásukról, akkor a magyarok mondjanak le gyakorlatilag az államukról is. Ezért cserébe a magyarok fogyasztói sokaság maradhatnak egy olyan új rendszerben, amely a magyarok erőforrásait elvonja, amelyben a vallás, a nemzet és a család nem a jövő, hanem a múlt részei, a hit helyét a tagadás, a nemzet helyét a szellemi közös nevező nélküli statisztikai egységek, és a család helyét a háztartások veszik át. A magyarországi választópolgárok ezt az ajánlatot azonban 2010-ben elutasították. Az új magyar országgyűlésnek és kormánynak azt a feladatot adták, hogy építsék újjá a magyar államot és erősítsék meg a magyarok nemzeti összetartozását. Mindezt tegyék úgy, hogy ne tagadják meg a magyar állam keresztény gyökereit, hogy a nemzetközi jog és politika együttműködési keretei között őrizzék meg a magyar állam függetlenségét és méltóságát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elődeink keresztény és független államot alapítottak, amellyel egy évezredre biztosították magyarként való megmaradásunkat itt Európában. Egy évezred után semmi okunk sincs abban hinni, hogy a magyar állam javára válna, ha felszámolná ezen keresztény gyökereit és feladná függetlenségét. Ezen meggyőződésünket tükrözi közjogilag Magyarország új alaptörvénye is. Semmi okunk sincs egyébként arra sem gondolni, hogy bármelyik európai államnak javára válna, ha lemondana keresztény gyökereiről és felszámolná saját szuverenitását. Meggyőződésünk, hogy az európai nemzetek saját erői, gazdasági, szellemi és lelki tartalékai összpontosítása, azaz a nemzeti integrációk nélkül az európai államok nem lehetnek hatékony alkotó elemei az európai vagy euróatlanti nemzetközi integrációknak sem. Sem a magyar, sem a szlovák állam nem lehet erős és sikeres a 21. században, ha nem tudnak biztonságot, méltóságot és gyarapodást nyújtani a területükön élő állampolgáraiknak, ha nem tudnak felelősséget viselni a határaikon kívül élő honfitársaikért.
a határokon átívelő magyar nemzeti integráció, vagy a szlovák nemzeti integráció nem veszélyforrásai, hanem eredményességi biztosítékai azon nemzetközi integrációknak, amelyeknek Magyarország és Szlovákia is részese. Tisztelt honfitársaim! Állam, ország, haza. Évszázadokon át a nemzeti kizárólagosság korszellemének eluralkottáig a fogalmak szinte egybeestek, rokon értelmű, de semmiképpen sem egymással szemben álló tartalmú szavak voltak. Csak a Szent Istváni állam szétesésével váltak bizonytalanná, nehezen értelmezhetővé, időnként ellentétes értelműekké. De gondoljunk bele, kedves barátaim, vajon Skótéti László porainak a mai Romániából, Aradról, szülőfaluja, Hegyesmajtény temetőjébe, a hősöknek kiáró tisztelettel történő áttemettetése nem azt bizonyítja-e, hogy a ma élő szlovák testvéreink épp úgy történelmi hazájuknak tekinthetik Szent István államát, amelyet Skótéti 81 éven át magyar huszárként szolgált, ahogy mi, kassai, királyhelmeci, pápai, aradi, csallóközi, tiszántúli vagy erdélyi magyarok is történelmi hazánknak tekinthetjük Kassát, Rákóczi és Márai városát épp úgy, mint Aradot, a szabadság vértanúinak városát, és a Kárpát-medence bármely települését vagy tájegységét. És ez így van jól, kedves barátaim, mert jól nem is lehet másként. Nem csak az együtt megélt múltokán, hanem a jelen közös problémái, még inkább a jövő egymásra utaltságot teremtő kihívásai miatt. Nem tagadhatjuk ki egymást a közös történelemből, ahogy az államalkotó többség vélt jogaira hivatkozva nem kísérelhet meg senki kiforgatni másokat nemzeti önazonosságukból, nem nevezhet hazátlannak, nem tekintett nemzetbiztonsági kockázatnak, nem gyalászott anyanyelvének nyilvános használata miatt, anélkül, hogy önön szabadságát is meg ne rövidítené, önön méltóságát is ne csorbítaná. A 21. század előttünk álló kihívásaira már nem lehet, nem érdemes a 20. századi válaszokat adni. Ha ez a felismerés megérlelődik Közép- és Kelet-Európában, a térség országai közösen lehetnek nyertesei a gazdasági válságot követő időszaknak. Ha az érintett államok elismernék, hogy a területükön élő őshonos nemzeti közösségek államalkotó tényezők, amely nemzeti közösségeket az állam területi sértetetlensége tiszteletben tartásával megilletnek mindaz a jogok és önigazgatási lehetőségek, amelyek biztosítják anyanyelvének és kultúrájának megőrzését, akkor egy évszázados, mindenki életét megkeserítő viszály és konfliktus forrását lehetne kiiktatni. Magyarország ebben a szellemben cselekszik. A korábbi kommunista gyökerű alkotmányt felváltó magyar alaptörvény a magyar állam alkotó tényezőinek ismeri el a területén élő őshonos nemzeti közösségeket, így a Magyarországon élő szlovákokat is. Magyarország nem tiltja, nem bünteti, nem akadályozza, hogy a területén élő nemzeti közösségek tagjai, így a magyarországi szlovákok is, a magyar állampolgárságuk mellé megszerezzék egy másik ország, így Szlovákia állampolgárságát is, vagy hogy zavartalanul éljenek az állampolgársággal is együtt járó szavazati jogukkal, ezért a viszonosság alapján ugyanezt várjuk Szlovákiától is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elvárt tisztelet mindig megadott tiszteletet is feltételez. Augusztus 20-a után augusztus 21-e következik, és ez Szlovákiában többet jelent, mint pusztán egy kalendáriumi dátum. Az 1000 évvel ezelőtti magyar államalapítás ünnepét jelentő augusztus 20-a napját a naptárban mindig a szlovákok és csehek újkori történelmének gyászos napja követi. A kommunizmus bilincseinek szorítással lazítani akaró csehszlovák állam 1968. augusztus 21-én történt katonai lerohanásának évfordulója. A korabeli szuverenitását vesztett kommunista Magyarország részese volt a Varsói Szerződés keretében a csehszlovák állam elleni katonai agressziónak. Az 1990 utáni demokratikus Magyarország nem csak szavakkal, hanem tettekkel is erkölcsi jóvátételt nyújtott. 1993-ban Magyarország a világ országai közül elsőként feltétel nélkül ismerte el a szlovák köztársaságot, mint új államalakulatot. Azt várjuk hasonlóképpen Szlovákiától, hogy a kommunista Csehszlovákia időszakában a magyarságnak okozott sérelmekért a demokratikus Szlovákia a történelmi megbékélés egyében nyújtson erkölcsi elégtételt. A múlt csak így zárható le, a jövő a magyaroknak és szlovákoknak közösen csak így nyerhető meg.
Tisztelt honfitársaim, akik nem a véletlenben, hanem a teremtő gondviselésben hisznek, azok a nemzeti közösségeket és ezek nyelvét, kultúráját olyan isteni ajándékként fogják fel, amelynek megőrzésért, ápolásáért és tovább örökítésért felelősséggel, olykor áldozatvállalással tartozunk. Nem elég tehát deklarálni és elvárni, hogy mások mit nem tehetnek és mit ne tegyenek velünk szemben, nekünk is tudnunk kell, mit kell tennünk magunkért, a ránk bízottakért, és kötelességünk is mindezt teljesíteni. Tisztelt ünneplő közösség! Az 1000 éves magyar államra emlékezve mindig ünnepelnünk kell ezen állam okát és célját is, az időtlen magyar hazát. Azt a hazát, melyet a nagyvilágban bárhol élő magyar emberek hite, életereje, anyanyelve testesít meg és éltet. Az állam forma, a haza a tartalom. A haza örök, és nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet és lesz, mondta Kossuth Lajos. Köszönöm, hogy ma együtt ünnepelhettünk. Isten éltesse a magyar hazát, óvja a magyar államot, és áldja meg a magyar embereket. A Királyi Helmeci augusztus 20-ai megemlékezés színházi díszelőadással zárult. Kodolányi János Földindulás című művét mutatták be az Új Színház Budapest színészei közreműködésével. Ezen részt vett dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke is.